heti szakasz a szokott szereplőkkel, Darvas István rabbival és Toronyi Zsuzsa múzeológussal. Tartsanak velünk! Vaislach heti szakaszának az elején egy meglehetősen aggódó Jákobbal találkozunk. Az aggodalma érthető, hiszen több évtized után kell találkozni a testvérével, akivel, hát lehet így mondani, akkor nagyon finoman fogalmazunk végső soron, hogy nem a legnagyobb szeretetben váltak el egymástól. Ézsau a szívében egy olyan gondolatot fogalmazott meg a Tóra tanúsága szerint, hogy az első adandó alkalommal meg fogja ölni Jákobot. Ez valóban nem a testvéri szeret túlcsordulásának a jele. És erről tulajdonképpen Jákob is értesült. Eltelt több évtized, családja van már Jákobnak, vagyonos ember, de tudja azt, hogy ez az Ézsauval való találkozás, ez izgalmasnak ígérkezik, és azt mondja a kommentár, hogy háromféleképpen készült föl erre a találkozóra Jákob ősapánk, héberül a Doront, Filá és Milchama. Ez a három kifejezés szerepel. A Doron annyit jelent, hogy ajándék. Azaz annak érdekében, hogy a jó szándékát tolmácsolja a testvére felé, ajándékokat küldött számára. Ugyanakkor, mivel ő jó zsidó ember volt, ezért nem felejtkezett el az imának, a tfilának a lehetőségéről és kötelességéről sem, és mindemellett, hogy megtett mindent, amit lehetett a szó fizikai értelmében az ajándékokkal, a szó spirituális értelmében az imádkozás által, de tekintettel arra, hogy ő egy gondolkodó ember is volt, ezért felkészült arra, hogy lehet, hogy sem ajándék, sem jó szándék, sem pedig az Isten felé elmondott ima, az nem elegendő ahhoz, hogy ezt a helyzetet kezelni tudja, és eltérően a mai normától megadta azt a tiszteletet a testvérének, egyúttal ellenfelének, hogy ha kell, akkor olyan módon ütközöm meg vele, hogy a testvére akarja, és nem egy vélt kulturális fölényből kiindulva akarta azt hinni, azt gondolni, hogy az ő módszerei és az ő világlátása az rákényszeríthető, vagy, hogy kedvesebb szót használjunk, átadható a vele szemben álló félnek, és ezért tudta azt, hogy elkövetkezhet a milchama, azaz a háborúnak az ideje is. Milchama és Doron, a háború és az ajándék egy furcsa kapcsolatban létezik itt a Zsidó Múzeumban is, egy háborús ajándéknak, de azért ez mindenképpen idézőjelben értendő, a sorsáról kérdezem Toronyi Zsuzsát. A tábla, amit hoztam, az tulajdonképpen egy tárgy, de mégiscsak egy dokumentum, egy bekeretezett levél. Méghozzá a kerete nem egy olyan szép keret, mint amit múzeumokban megszoktunk, hanem egy nagyon durván faragott, egyszerű fából készített keret. És hogyha elolvassuk a szöveget, akkor lesz ez a dokumentum igazán megrendítő, mégpedig azért, mert ezt egy 1940-es évek elején munkaszolgálatot teljesítő század tagjai írták le. Gyakorlatilag, amit leírnak ebben a dokumentumban, ez a 203/4-es műszaki munkaszolgálatos század, aki Kriptinyecen a keleti Kárpátokban teljesítenek munkaszolgálatot, mint tudjuk, fegyvertelenül olyan munkák elvégzésével, amik hát inkább voltak életveszélyesek, mint nem. És tudjuk, hogy a bánásmód is olyan, hogy a munkaszolgálat tulajdonképpen ebben az időszakban mozgóvesztőhelyként üzemel. Ezt ők is tudták természetesen, ezért azt tették, hogy leírták a névsorukat, leírták azt, hogy ők mivel töltik a egyébként másra érdemes életüket abban az időszakban, a keleti Kárpátokban, és ezt a dokumentumot örökemlékezetül, hogy a nevük feljegyeztessék, és hogy az emlékük megmaradjon, elküldték a Zsidó Múzeumba. Ez azért nagyon megrendítő nekünk, mert ez egy esztétikailag sem, ha bár törekedtek arra, hogy mindenféle zsidó ikonográfiai elemekkel ezt szépé tegyék, de hát azért mégiscsak mások ennek az esztétikai jellegzetességei, mint amit egy múzeumi tájtól megszoktunk, és hogyha szétnézünk a Zsidó Múzeumban, a csillogó ezüstök, mindenféle díszes textilek és gyönyörű, szép régi szertartási tárgyak között,
akkor egy kapcsot mégiscsak találunk ezzel a tárgyal, mindegyik ajándék. A mi gyűjteményünk ajándékokból áll össze, a mi gyűjteményünket a múzeum alapításától 1910-től, családoktól, hitközségektől ajándékba kapta egyes tárgyakat, azért, hogy ezeknek a családoknak, ezeknek a tárgyakban rejlő történeteknek az emlékezete megmaradjon mindörökre, és ez a táj tulajdonképpen ezzel kapcsolódik a csillogó tóradíszekhez, hogy ez is valakiknek az emlékét kívánja megőrizni egy ajándék által. Ez ugyanúgy kapott egy leltári számot, mint ahogy egy 2 kilós arany tóravért kapott egy leltári számot. Gyakorlatilag a múzeumi státusza azonos, azzal együtt, hogy egy kicsit több megértés, több szenzitivitás és több érzékenység kell ahhoz, hogy ezt a dokumentumot megértsük. De én azt gondolom, hogy pontosan az a feladatunk, hogy pusztán a csillogás és az esztétikai tartalom alapján ne tegyünk különbséget a múzeumi tárgyak között. Ennek ugyanúgy valid joga van egy múzeumi gyűjteményben lenni, mint a sokkal művészibb kivitelű tárgyaknak, és ugyanakkor az a kötelességünk, ami mindig, hogy emlékezzünk ennek a századnak a tagjaira, ugyanúgy, mint mondjuk Báró Hatvani Dajcs Józsefre, aki például a kokáért egy gyönyörű páróhetett óraszekrény függönyt ajándékozott a múzeumnak. Zsuzsa, kiderül-e a leltárból, hogy mikor és ki, és hogyan jutott ide? Kiderül, és nem csak a leltárból, hanem ebből a dokumentumból is, hiszen ez a dokumentum ez nem csak a névlistát tartalmazza, hanem gyakorlatilag a donáció okát is leírja, és pont ettől szívszorító, hogy ekkor már az 1940-es évek elején a múzeum egy olyan fontos emlékezet őrző intézmény volt a közösség szemében is, hogy ők pontosan tudták, hogy ahhoz, hogy az ő emlék örökre megmaradjon, ahhoz azt kell tenni, hogy be kell kerülni egy múzeumi gyűjteménybe, be kell kerülni egy archívumba, és ott kell lenni abban az intézményben, amely a közösség közös emlékezetét őrzi. Több riportot sikerült, és egy filmet is a múzeumról készíteni, és soha nem láttam ezt a leltet. Vajon miért van ez így? A múzeum jelenleg még egy hagyományos múzeum, ahol elsősorban ezek a csillogós tárgyak és a dicsőséges múltnak az emlékei vannak kiállítva elsősorban, de én azt gondolom, hogy nekünk törekednünk kell arra, hogy egyrészt megmutassuk, hogy milyen sokféle a mi tárgyanyagunk, nem csak ezüstből van a zsidó múlt, hanem vannak szomorúbb lapjai, és vannak olyan lapjai is, amit mondjuk kisközösségek készítettek ugyanazzal a díszítő szándékkal, mint mondjuk egy nagyobb közösség, ahol meg tudtak fizetni egy művészt is, mondjuk a Hevra könyvek illusztrálásával, de hogy ez nagyon sokfélű, ez a tárgyhagyaték, ami nálunk van, és én azt gondolom, hogy egy sokkal kiegyensúlyozottabb képet kell mutatnunk a jövőben. Nem szabad csak a dicsőséges múltra gondolnunk, hanem arra is gondolnunk kell, hogy mindaz a zsidó élettapasztalat, amin eleink átmentek, az valamilyen módon reprezentálva legyen a mi állandó kiállításunkban is. Tehát mikorra várható, hogy ezek a tárgyak végre látogatók elé kerülnek? Ezeket a tárgyakat még egy kicsit meg kell tisztítani, egy picit restaurálni kell, el kell érni, hogy az a tény, hogy kiállításba tesszük őket, az nem okoz további pusztulást ezekben a tárgyakban, és azt reméljük, hogy a következő nyári szezonban, Pesach után megnyithatunk egy olyan új kiállítást, amiben ezek a tárgyak már mind meg fognak jelenni. Lehet, hogy a múzeum pincébe sétálnánk, akkor olyan tárgyakra találnánk, ami az igazi zsidó múltat mutatja be. A múzeumnak szerencsére pincéje nincs, mert a pince azért az a lehető legrosszabb egy tárgynak, padlása van, sétálunk benne sokat, és most igyekszünk felmérni mindazt, hogy mi az, ami megvan. Szerencsére az 1920-as, 30-as évekből a donációs információink megvannak, tehát tudjuk, hogy mit kell keresnünk, tudjuk, hogyha egy jelöletlen tárgyra bukkanunk, az melyik lehet azok közül, amit valaha megkaptunk. Megkaptak elődeink, csak valamiért akkor úgy érezték, hogy nem aktuális a kiállításuk. Én azt gondolom, hogy most már aktuális, tehát szembe kell néznünk azzal, hogy az a múlt, amit átéltek eleink, az nem pontosan ugyanaz a múlt, mint amit most látunk a Zsidó Múzeumban. Engedj meg egy kérdést, hogy említetted, hogy ezek a donációs listák, ezek megtalálhatók, hiszen ez legalább olyan fontos, mint maga az adott tárgy, amit kiállítunk, mert legalább annyira szól a múltunkról, hogy ki, mikor, miért adott bármilyen tárgyat is a múzeumnak.
Viszont tudjuk azt, hogy volt egy olyan időszak, amikor ezek a donációs névsorok, ezek hát mondjuk úgy, hogy eltűntek, és mintha lett volna egy olyan akarat, hogy ezzel is a magyar zsidó múltat, azt bizonyos értelemben talán eltöröljék, megszüntessék. Az ember azt gondolná, hogy ez nyilván valamikor 1944 körül történhetett, hogy akkor volt erre a legerősebb késztetés, de hogyha esetleg nem ezt gondolja, hanem a valóságra kíváncsi, akkor mikor a datálható ez a törekvés, mikor ért el a csúcspontját? Ez a Kádár-kornak az igazi emlékezetírtó politikájával van összefüggésben. 1964-ben tulajdonképpen az történt, hogy újra leltározták a múzeum állományát, ami a tárgyak lelkét jelentő provenienciai információkat, ami azt jelenti, hogy ebből tudjuk, hogy ki, mikor, miért, honnan, melyik közösség örökségéből adományozott egy tárgyat, ez tulajdonképpen eltörölte ez az új leltár, ami nem csak azt jelenti, hogy nekünk az egyes tárgyakról nincs így módon információnk, hanem az is, hogy két nagyon fontos tárgycsoportot összemos a múzeumban. Az egyik az, amiről beszéltünk, amit valaki szándékkal odaajándékoz a múzeumnak, akár egy ilyen szomorú dokumentumot, akár egy dicsőséges, szép, hatalmas ezüsttárgyat, összemosta azokkal a tárgyakkal, amit a múzeumnak az 1930-as évektől induló tárgy megmentő kísérletei során gyűjtöttek be, hiszen tudjuk, hogy már a 30-as, 40-es években voltak elpusztuló közösségek, olyan települések, ahonnan elköltöztek a zsidók, nagyvárosokba költöztek, ott maradtak zsinagógák, ott maradtak bennük jelentős tárgyi és irat emlékek, ezeket a múzeum folyamatosan gyűjtötte. A 40-es és az 50-es években, a háború után is voltak ilyen iratfeltáró, tárgymegmentő körutak. A Scheiber professzor úr tanítványai, a levéltárunkat megalapító Landesmann főrabbi úr, illetve még a mi működésünk során is vannak ilyen kísérletek. Mi is nemrég jártuk körül az országot, hogy megmentsük, ami megmenthető. Na most azt gondolom, hogy a megmentett tárgyak és a donációként múzeumba kerülő tárgyak között őrületes különbség van, pontosan azért, mert a múzeumba érkezés szándéka más ezeknél a tárgyaknál, úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk most elsődleges feladatunk, hogy ezt a proveniencia bukrot, ezt visszaadjuk a tárgyak mellé, és tudjuk azt, hogy egy-egy tárgy hogyan érkezett be a múzeumba, milyen szándékkal, kitől, mikor, és ezzel visszaadjuk a tárgyaknak a méltóságát is, hiszen ezek nem pusztán értékes, szép tárgyak, hanem olyan történetek rejlenek bennük, amit egy valódi múzeológiának az igazi feladata, hogy feltárjon és bemutasson. Csak ezek a tárgyak tulajdonképpen szimbolizálják azt is, hogy itt a 20. században sikerült átvészelnünk, ha rettenetesen nehezen is, a végső megoldásnak, és ugye az átkát, és ugyanígy a múltat végképp eltörölni gondolatnak is az átkát. Tehát, hogy mind a kettővel kellett küzdködnünk, az egyik a fizikai, a másik a szellemi pusztulásunkat kívánta, ugyanúgy, mint ahogy talán Purim és Hanuka is ezeknek a törekvéseknek felel meg, de nyilván ezt szakmai jártam, az örök kiváló segítségének köszönhetően úgy tűnik, hogy sikerült ezt átvészelnünk, és ezek a tárgyak ennek az átvészelésnek, és ezáltal a Jóisten jelenlétének is egyfajta bizonyítékát nyújthatják.
1999. december 7-től tartott a Vigadóban, ennek a címe 10 év, 100 kép nem volt. És erről a felvétel megvan, és akkor azt mondtam, hogy ha egyszer eljövök, akkor megint csinálok egy hasonlót. Tehát azt már elmondtam, hogy megköszöntem nektek, hogy itt vagytok. De meg kell köszönnöm az örökkévalónak is minden egyes pillanatomban azt, hogy azon kívül, hogy megadta az erőt, az egészséget és a kitartást ahhoz, hogy ezek a képek is megszülethessenek, ahhoz kellett az az erő is, amivel titeket is idehozott. Tehát neki is köszönöm. Köszönöm különösen Brajer Péternek, aki a Heti TV tulajdonosa, aki az elmúlt 3 év alatt, amióta Magyarországra nem csak magamat hoztam haza, hanem a képeimet is, és hazahoztam vele együtt a festészetemet is. Ő különösen támogatta a médiában, és külön nagyon-nagyon sok életképet fölvett, akármikor dolgozom, akármikor a stúdiójában voltam. Tehát neki is külön szépen köszönöm. Még mindig nem az udvariassági köröket futom, hanem szeretném megköszönni Csorba Lászlónak, a Kor Art Galéria tulajdonosának, hogy anyagilag is, erkölcsileg is évek óta támogatja azt a fajta törekvést, amire azt hiszem már ő is rájött, hogy azért ezt érdemes. Meg szeretném köszönni Dávid Norbertnek, a Dávid Galéria tulajdonosának a Falkmise utca 6-ba, aki egyrészt az alapítványunknak, erről tőle fog beszélni, az alapítványunknak az elnöke, és mindaz a nyomtatott katalógus, mindaz az internetre föltett képek, fotó, ez igazából, és a dizájn, ez egy nagyon csúnya magyar szó, de mi ez dizájn? Erről mind ő az, aki professzionálisan gondoskodott, és abszolút megelégedésemre tette szívéből, lelkéből. Ha bárkit is kifelejtette, hát akkor nekik is nagyon szépen köszönöm, és azoknak is, akik nem jöttek ma el. Még két mondatot szeretnék mondani. A múltban már nem akarok a múltnak a múltam lábnyomaiban taposni, mert annak aztán abszolút semmi értelmét nem látom, viszont az, hogy mi van most, és mi az, ami lesz, arról még 3, 4, vagy 5 bővebb mondatot. Ebben az évben nagyon büszkék lehetünk azokra az emberekre, akiket már felsoroltam, mert ezeknek az embereknek köszönhető nagy rész, hogy ez év 2019. augusztus 6-án bejegyezték a Rubin Ábrahám Péter Művészeti Alapítvány, aminek elsődleges célja magamon kívül bemutatni, tehát az én gyűjteményemet gondozás alatt tartani és megóvni. Ezen kívül fáklyavívője szeretnék annak lenni, amit 30 éve nem történt meg, csak a névadó galériánk részéről az ígérgetek és a csacsogások, mondta nekem ezt a rabbi, szeretem ezt a szót. Tehát én fáklyavívő szeretnék abban lenni, és ezt már most az alapítványom megtette, hogy olyan művészt tudjak bemutatni nektek, aki, mert vagyunk sokan olyanok, akik egyszerűen jól alkotunk, szépen alkotunk, elgondolkodható dolgokat alkotunk, a szívünkből, bocsánat, gyerek, a szívünkből tesszük ezt, de egyszerűen alkatilag, fizikálisan képtelenek vagyunk arra, hogy bemutatkozzunk, hogy beszéljünk róla. Mi csak el vagyunk azzal, hogy fessünk, ő Tolfalvi László, őt viszont most ide fogom kérni bármennyire is némasági fogadalmat. Vagy fogadott, meg viszont csinált, legyen igazat. Jó estét! Tolfalvi László barátom, Lamu, nagyon egyszerű lesz megjegyezni. Az ő képeit azt fogjátok már látni, és ez is az alapítványomnak és az alapban dolgozó embereknek a kimagasló teljesítménye, és ezt is köszönöm, hogy ő is itt van, hogy a munkáit másoknak is megmutathatom, és hiszek abban, hogy ez az alapítvány sok ehhez hasonló, ennél jobbat nem, mert most még nem láttam jobbat, de reméljük, hogy lesz jobb is. És nagyon röviden még a végéről, az elkövetkezendő évnek a programjáról szeretnék 3-4 mondatot, 2-1-et, nem tudom, a lényeg az, hogy 2020-ban 4 gyűjteményes kiállítást szeretnék megrendezni. Ez a 4 gyűjteményes kiállításnak 4 különböző témája lesz. Hogy mi a
a sorrend, ne szórjatok hamut a fejemre, ha nem úgy lesz, de lesz egy, amikor csak kifejezetten fekete-fehér grafikákat szint fogok bemutatni. A második az, amikor csak és kizárólag a természet adta színeket és a természettel foglalkozó képeimet. A harmadik az csak azoknak lesz kiállítás, akiket addig be fogok mutatni az alapítványon keresztül. És jövő decemberben az örökkévaló megadja ugyanilyen erőben, egészségben, szeretetben, tisztességben és akaratban, akkor egy titkos rezerváción túl már ugyan, de majd azokat a festményeket, amiket én úgy neveztem el, hogy miniatűrök, ezeket a festményeket szeretném itt majd ezeken a falokon tetőtől tartani, megmutatni nektek. És most befejeztem, megnyitjuk a kiállítást mindannyian, lehet kapni villanyt esetleg, nem tudom, ott kéne fölkapcsolni valakinek. Nem tudjuk fölkapcsolni, de fölkapcsolni. Érezzétek jól magatokat, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Thank you.
Úgy gondoltuk, hogy azon személyeknek is legyen botlatókövük, akiknek már nincsenek hozzátartozóik, de olyan jeles személyek voltak, és olyan sokat tettek a magyar nemzetért, hogy azt gondolom, ez a legminimálisabb gesztus, hogy megjelöljük azokat a helyeket, ahol ők egykor laktak. Itt most Bühl Alfréd botlatókövét fog felrakni, nem is tudom, milyen módon kell őt megnevezem, hiszen az a vonatkozás, amiért itt vagyunk, az azt mutatja, hogy a magyar sportéletnek egy kiemelkedő mecénása volt, és talán annyi rövid történelmi visszatekintést megengednek, hogy 1867-ben az emancipációs törvény nyomán elindult egy olyan társadalmi mozgás, ami a magyar zsidóság számára megnyitotta a társadalmi élet, a közélet, a kultúra, és természetesen a gazdasági élet tereit, és ezen belül is nagyon sokan gondolták úgy, hogy a sport egy kibontakozási lehetőség, nem csak a zsidóság, hanem a magyar társadalom számára, hogy csak Hajós Alfréd nevét említsem ezek közül. Tehát azt gondolom, hogy amit a magyar zsidó sportolók és sportvezetők tettek ezért az országért, ez is megérdemli, hogy itt vagyunk. Úgyhogy most legelsőképpen akkor a botlatókő elhelyezésére sor kerül a Bühl palota előtt, az rövidesen megtörténik. Tessék jönni, és elhetni követ. De amíg ugye most már a kő helyét kifúrtuk, tehát nagy zaj nem lesz, úgyhogy addig is felkérném Szegedi Pétert, aki szociológus, de sporttörténész, hogy addig is Bühl Alfrédról mondja néhány mondat. Nehéz pontosan definiálni, hogy mi is volt, vagy ki is volt Bühl Alfréd, és valóban mindenek előtt mecénás volt. Az egy bevezetésképp úgy érdekességként megjegyezném, hogy a mai fogalmaink szerint sportversenyen is indult ő. Az első között volt személygépkocsi a Bühl Alfrédnek Budapesten, és indult autóversenyen 1912-ben. Akár még olyan speciális versenyen is, hogy egy léghajó üldözéses versenyen is részt vettek, ahol egy léghajót kellett autóval utolérni. Később is előfordult ő amatőr sport versenyen súlyemelőként vett részt oldboy versenyen. De valóban alapvetően nem sportolóként, hanem sportvezetőként, mecénásként ismerjük. Ilyen minőségben 1903-ban tűnt fel először, egy bajnoki övet ajánlott föl az MTK birkózó versenyére. Még abban az évben, 1903-ban az MTK alelnöknek választotta, és utána hát sorra gyűjtötte a különböző tisztségeket. A Magyar Automobil Klub igazgatóságának tagja lett, egy év múlva a Tornaszövetség igazgatósági tagja. 1905-ben elfoglalta a legfontosabb tisztségét, ekkor lett az MTK elnöke, amit 35 évig töltött be. Volt Evezős Egyesületnek az elnöke, részt vett az úszószövetség megalapításában, és az első társelnöke volt 1907-ben. 1920-ban ő lett az akkor megalakuló birkózó szövetség első társelnöke, majd elnöke, és hát a legfontosabb tisztsége 1924-ben választották meg a Nemzetközi Birkózó Szövetség elnökének. Persze mindenek előtt nem a posztok fontosak az ő szempontjából, hanem a jótékonykodás és a mecenatúra. És hát neve összefort az MTK-val, amelynek egyébként 1931-es végrendeletében az MTK számára hagyta fönt ezt a Andrássy úti bérházat. Neki köszönhette az MTK, hogy 1912-ben felépült Európa egyik legmodernebb stadionja. Ő hozatta azokat a brit edzőket, többek között Jimmy Hagent 1916-ban, akinek köszönhetően az MTK Európa egyik legjobb futballcsapata lett az 1910-es évek végére. És hát jelentős szerepe volt abban, hogy aztán az MTK profi csapata, a Hungária is nagyon komoly pozíciót játszott a magyar és az európai futballéletben. 1940-ben adta egyik utolsó interjúját, akkor azt kérdezte a riporter, az újságíró, hogy előfordult-e, hogy az MTK az ön anyagi támogatása nélkül tudott működni. Ő erre azt mondta, hogy nem, ez sohasem történt meg. Minden évben nagy összegeket adtam a szakosztályok részére. Ez azonban az én kedvtelésem volt, amelyet addig folytatok, amíg stílus van benne, amíg finoman és különösen kedveltehetem. Elvégre ez az én egyéni kedvtelésem.
Én az embersportban, a magyar világsikerekben lelem kedvemet. Abban, hogy a magyar fiúk Londonban, Amsterdamban vagy másút világsikeret értek el, ezzel világhírt szereztek a magyar névnek. Nem sokáig tehette már ezt. Az utolsó emlék róla egy 1944-es fotó, amikor a Csepeli Mautner szappangyár udvarán áll, sárga csillagban megtörtem, és tudjuk, nem tudjuk pontosan, hogy hol és mikor, de azt tudjuk, hogy már nem élhette meg az 1945-ös évet. Tulajdonképpen az a felsorolás, amit Szegedi Pétertől hallottunk, elegendő, hogy itt köszöntsem azokat a sportszövetségeket, sportszervezeteket, zsidó szervezetek képviselőt, akik jelen vannak, hiszen mindenkinek volt valamilyen módon közvetlenül vagy közvetve közel bűnözői tevékenységéhez. Ami talán feltűnő, és azt is külön kiemelem, hogy itt van ezen az mutatók lettelen a Honvédelmi Minisztérium képviselő is, akik hagyomány szerint a holokauszt áldozatait bizonyos értelemben a saját áldozatainak is tekintik. Most legjobb engedjék meg, hogy szólítsam a mikrofonhoz Soproni Tamás urat, Terézváros polgármesterét, aki második értelemben is házigazdájának a mai esemény. Jó napot kívánok minden tisztelt egybegyűltnek! Azt gondolom, hogy egy közösség és egy kerület és egy város szempontjából is fontos a közös emlékezés és a közös emlékek. Fontos, hogy is emlékeznünk különösen azokra az emberekre, akik jó példával jártak elől, hogy követhessük is őket. És fontos emlékeznünk azokra a történelmünk tragikus eseményeire és a nemzetünk által elkövetett bűnökre, hogy soha többé ne ismétlődhessenek meg. Rühl Alfréd egy igazi magyar hazafi volt, akit elárult a saját hazája és elárultak vezető politikusai. Nagyiparosként temérdek pénzt áldozott magánvagyonából az MTK számára, hogy a sport, akkor nevét testgyakorlás, mindenki számára elérhető legyen. A tehetségben hitt, a fair playben, a belefektetett munkában és nem pedig a fai, hogy anyagi különbségekben. Vagyonát nem pazarolta, hanem a kevésbé szerencséseken segített, és egy erős közösséget épített. Rühl Alfréd élete követendő példa mindannyiunk számára. És azt a kérdést is feltetjük, hogy hogyan hálálta meg ezt a hazája. 35 év áldozatos munkája után a zsidó törvények miatt le kellett mondania a klub vezetéséről, sőt, Svájcba menekült életét féltve. Amikor pedig tévesen azt az információt kapta, hogy biztonságban visszatérhet, szeretett hazájába, itthon elfogták és kivégezték. Egyike volt azon százezreknek, akiket saját nemzetük árult el, akiknek hiába kellett meghalniuk. Nem számított az, hogy mit hozott létre, nem számított, hogy miatta hányan valósíthatták meg álmaikat, nem számított, hogy tisztességes, becsületes magyar ember volt. Egyedül a stigma számított, ami végül ítélet lett. És éppen ezért tartom fontosnak, hogy emlékezzünk arra is, hogy miért problémás az, amikor ma magyar politikusok azt a Horthy rendszert éltetik, amelynek zsidó törvényei elől Rühl Alfrédnak külföldre kellett menekülnie. És ezért tartom veszélyesnek azt, hogy 2019-ben bármely politikus független oldaltól a politika középpontjába állítja azt, hogy zsidó nagytőkés áskálódik Magyarország ellen. Nem hiszem, hogy Magyarországon a zsidó állampolgárok közvetlen veszélyben lennének, de azt tudom, hogy a világot háttérből irányító zsidó nagytőkés képe a 40-es évek közbeszédjének ugyanúgy része volt, mint a ma politikájának. És ez baj. És közösen kell kimondanunk, oldalaktól függetlenül, hogy ez baj. Ezek a botlató kövek szomorúan tökéletesek, bárhol is bukkannak fel Terézvárosban, hiszen nekik köszönhetően óhatatlanul is belebotlunk a történelem borzalmaiba. És ilyenkor emlékezünk azokra a hősökre, akiket a társadalmunk kitaszított magából. Ezek a gravírozott kis emlékművek újra nevet adnak az arctalan tömeg tagjainak, és szimbolikusan visszakerülnek a közösségbe. Rühl Alfréd botlatóköve egy emlékeztető emberségről és kegyetlenségről, nagyságról és stigmáról, származásról és tettről, melyet nem felejthet senki. Álljon itt az örökké valóság számára tanulságul. Köszönöm. Köszönöm szépen, polgármester, megemlékező szavait.
és most áttérünk a sport világába, és megkérem Dajcs Tamás, a MTK Budapest elnökét, aki, ha úgy tetszik, akkor jobb utódja személyében is Gurul Alfrednak, hogy emlékezzen vissza. Tisztelt polgármester úr, tisztelt helyszínelnök úr, tisztelt Szabó elnök úr, tisztelt Krisztina elnök úr, kedves barátaim, tisztelt emlékező közösség. Köszönöm mindannyiuknak, hogy összetalálkoztunk ma. Különleges pillanat a mai. Különleges emlék készült egy különleges embernek. Annyi szép képpel él a magyar nyelv. Lépten nyomon, mondjuk, amikor azt akarjuk érzékeltetni, hogy mindig elénk kerül valaki vagy valami, állandóan tetteinek a nyomát találjuk. Jártában, keltében, mondjuk, amikor azt akarjuk érzékeltetni, hogy talán nem is azt kerestük, amit találtunk. Vagy a bölcs is hétszer botlik, szól a közmondás, figyelmeztetve arra bennünket, hogy egyikünk sem tökéletes. A magyar nyelv tele van gyönyörű képekkel a járásról, a ségtárról is, igen, a botlásról is, és ha már így van, és hál' Istennek, hogy így van, akkor milyen nagyszerű gondolat és szimbólum, hogy a legnagyobbjainkról botlató kövekkel, a járdába épített alkotásokkal is emléket állítunk. Brühl Alfréd a legnagyobb hazai sportvezetők egyike, a magyarországi zsidó sport egyik megalapítója, generális és univerzális sportember emlékét idézzük meg ma, ismét és megérdemeltem. A magyar nyelv képeit említettem az imént, és természetesen nem véletlenül tettem. A magyar és a magyarországi zsidó sport történetében járva kelve lépten nyomon Brühlbe, az ő hagyatékába és életművébe, általa pedig imádott klubunk, az MTK nagyszerű történetére bukunk. Brühl Alfréd új sportújságíróként, sportvezetőként, sportdiplomataként, mecénásként szolgálta a sportot. Univerzális sportvezető volt, otthonosan mozgott számtalan sportágban, bátor képviselője volt a hazai sportnak külföldön, mozgatta üzleti és diplomáciai kapcsolatrendszerét, fáradhatatlan volt, és a sportban legalábbis legyünkhetetlen. Talán a magyar sporttörténelem legmegrázóbb pillanata is hozzákötődik, amikor 1940-ben a második zsidó törvény elfogadása után Brühl Alfréd, Preiszmann Lajos és Fodor Henrik úgy döntöttek, hogy a háttérbe vonulnak, hogy ne gátolják szeretett klubjuk az MTK működését, az egyesület játékosai úgy döntöttek, inkább feloszlatják a klubot. Megrázó, tragikus és méltó perc volt. Megmutatta, hogy bár a sport az élet legfontosabb dolga tud lenni, van olyan pillanat, amikor a sportról való lemondás a legfontosabb, amit az ember megtehet. Közel 80 esztendő távolából ráz meg minket az MTK és Brühl Alfréd tragédiája. Soha nem felejtjük el azokat, akik az elmúlt 131 évben az MTK családjába tartozóként, vagy azzal sorsközösséget vállalóként, embertelen hatalmak áldozataként vesztették az életüket. Tisztelt ünneplő emlékező közösség! A magyar sport egész históriájának feldolgozása és számunkra különösen a hazai zsidó sport történetének megismertetése nélkül nem lesz a sportunk sikeres. Mert meggyőződésem, hogy csak a tradíciókra támaszkodó, abból merítő sport lehet sikeres. Sokszor helyesen hivatkozunk arra, hogy a sport a kultúra része. Ez így is van. Ám ha így van, akkor ugyanazok a törvényszerűségek igazak rá, mint a kultúra bármely ágára. Zene, képzőművészet, tánc vagy film, egyik sem létezne az elődök tudásának ismerete és a jelenbe való beépülése nélkül. Megújítva megőrizni, valahogy így szól a jól ismert tételmondat. Brühl és társai hagyatéka megőrzésre és megújításra méltó. Ezzel a kővel, a járdába épített botlató kővel ezt is üzenjük. Amikor a magyar sport erősítésén gondolkodunk, mindig botoljon meg a gondolatunk
Brühl Alfréd hagyatékán. Ha másképp nem, hát azért is érdemes megidézni az ő történetét, életművét, mert hát hinnünk kell a közmondásnak, a bölcs is hétszer botlik. Brühl példája álljon tehát előttünk, tanuljunk belőle, hogy kevesebbet botoljunk, ha lehet, akkor hetet sem. Tisztelt emlékezők! Adjunk hálát a fennevalónak, hogy nem kell megélnünk azt a sorsot, amit Brühl és kortársai éltek át. Egy békésebb, de zaklatott világban élünk. Elrabol minket a tempó, elvisz a rohanás, az ügyek, a megoldandó kérdések, a problémák, a nehézségek, sokszor a fölösleges marakodás. Ám közben elhelyezzük ezt a fényes követ, hogy megállítson és emlékeztessen bennünk a bölcs és életvidám Brühl Alfrédra, a magyarként zsidó és zsidóként magyar polihisztorra, minden idők egyik legnagyobb sportvezetőjére. Legyünk hálásak és hajtsuk meg mélyen a fejünket előtte, és akkor pont ezt a követ fogjuk látni. Akárha a sírján lenne. Bár tehettük volna oda. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket. Emlékezni és emlékeztetni. Hogy mi minden fakadhat egy ilyen fantasztikus életmű és egy ilyen tragikus sors után mégis milyen értékeket tudunk továbbvinni itt, ebben a pillanatban. Azt gondoltam, hogy talán Kertész Imre tudna most segítségünkre lenni. Talán túl sokáig éltem diktatúrában, ellenséges és reménytelenül idegen szellemi környezetben ahhoz, hogy szert tehettem volna némi irodalmi öntudatra. Ezen egyszerűen nem volt érdemes töprengenem, emellett mindenfelől az értésemre adták, hogy az, amin gondolkodom, az úgynevezett téma, amely foglalkoztat, időszerűtlen és nem attraktív. Így hát ezért is, és mert a saját meggyőződésemmel is egybevágott, az írást mindig is a legszigorúbb magánügyemnek tekintettem. Magánügy, ez természetesen még nem zárja ki a komolyságot, ha az ilyen komolyság egy kissé nevetségesnek tűnt is abban a világban, ahol egyedül a hazugságot vették komolyan. Egy szép tavaszi napon váratlanul arra a gondolatra jutottam, hogy egyetlen valóság létezik csupán, ez a valóság pedig én magam vagyok, az én életem, ez a törékeny, bizonytalan időre szóló ajándék, amelyet idegen, ismeretlen erők kisajátítottak, államosítottak, meghatározták és megpecsételték, és amelyet az úgynevezett történelemtől, ettől a szörnyűséges molochtól vissza kell vennem. Mert egyedül az enyém, és ekként kell gazdálkodnom vele. Én Budapesten születtem, egy zsidó családban, amelynek anyai ága az erdélyi Kolozsvárról, az apai pedig a Balatonvidék délnyugati sarkából származik. Nagyszüleim még gyertyát gyújtottak az ünnepek beálltakor péntek este. De nevüket már magyarosították, és természetes volt számukra, hogy a zsidóságot a vallásuknak, a hazájuknak pedig Magyarországot tekintsék. Anyai nagyszüleim a holokausztban lelték halálukat. Apai nagyszüleimet a Rákosi-féle kommunista hatalom pusztította el, amikor a zsidó agok házát Budapestről az ország északi határvidékére kitelepítették. Úgy érzem, hogy a rövid családtörténet, mint egy magában foglalja és szimbolizálja az ország legújabbkori szenvedés történetét. Engem mindez arra tanít, hogy a gyászban nem csak keserűség, de rendkívüli erkölcsi tartalék is rejlik. A történelem nem ért véget, ellenkezőleg. Tendenciái szerint továbbra is mindinkább magába nyeli, elszigeteli az embert természetes tartományától, sorsának, bukásának és felemelkedésének egyetemes színterétől, s cserébe a minden pillanattal tovább sodró feledést kínálja, a tökéletes amnéziát, a történelem totalitásában, a történelmi időfolyamban való maradéktalan föloldódást. De ha Albert Camus kereken kijelenti, hogy a boldogság kötelesség, akkor nyilvánvalóan arra gondol, hogy az ember csak is azzal szerezhet örömet Istennek, hogy boldog.
És ez a mondatom természetesen metaforikusan, ha szabad így mondanom, költőileg értendő, és nem konfessionális értelemben, mint ahogyan közel áll hozzám az isteni gondolat, de távol minden konfesszió. Így a boldogság gondolata a teremtéssel rokon gondolat, és minden csak nem statikus nyugalmi állapot, a kérődző szarvasmarha békessége. Ellenkezőleg a boldogság igénye alig, hanem a legsúlyosabb belső küzdelmet rója az emberre. Azt, hogy önmagát önmagával roppant igényei mértéke szerint elfogadtassa, hogy a minden emberben benne élő istenség, mint egy magához emelje az esendő szemét. Ám hogy így legyen, ahhoz az embernek vissza kell találnia önmagához. Személyé, individummá kell válnia az egzisztenciának abban a radikális értelmében, amit ez a szó jelent. Az ember nem arra születik, hogy kimustrált alkatrészként eltűnjön a történelemben, hanem hogy megértse sorsát, szembenézzen halandóságával, és most egy igencsak ódivatú kifejezést fogok hallani, hogy megmentse a lelkét. Az ember magasabb értelemben vett boldogulása a történelmi létezésén kívül rejlik, de nem a történelmi tapasztalatok megkerelésével, ellenkezőleg azok megélésével, birtokba vételével és a velük való tragikus azonosulással. Az embert egyedül a tudás emelheti a történelem fölé. A totális történelem csüggesztő, minden reménytől megfosztó jelenléte idején a tudás az egyetlen méltóság teljes menekülés. Csak is e megélt tudás fényében tehetjük fel a kérdést. Teremthet-e értéket mind az, amit elkövettünk és elszenvedtünk? Pontosabban fogalmazva, tulajdonítunk-e értéket a saját életünknek? Vagy pedig elfelejtjük, mint az amnéziás betegek, esetleg elvetjük magunktól, akár az öngyilkosok. Mert ugyanaz a radikális szellem, amely az emberi tudás örökségévé teszi a botrányt, a gyalázatot, a szégyent, egyszer s mint felszabadító szellem is, és nem azért vállalkozik a nihilizmus métejének maradéktalan feltárására, hogy ezeknek az erőknek engedje át a terepet. Ellenkezőleg azért, mert saját vitális erőit látja gazdagodni ezzel. A nagy felismerések mélyén, még ha meghaladhatatlan tragédiákon is alapulnak, mindig ott rejlik a szabadság mozzanata, amely valami többlettel, valami gazdagsággal árasztja el az életünket, ráébresztve létezésünk való tényére és az érte való felelősségre. Az a civilizáció, amely nem mondja ki világosan az értékeit, vagy kinyilvánított értékeit cserben hagyja, az a pusztulás, a végelgyengülés útjára lép. Akkor majd mások fogják kimondani ezeket az értékeket. És e mások szájában azok már nem értékek lesznek többé, hanem meg annyi ürügy a korlátlan hatalomra, a korlátlan pusztításra. Értékeinket magunknak kell megteremtenünk napról napra, és azzal a kitartó, bár láthatatlan etikai munkálkodással, amely ezeket az értékeket végül napvilágra hozza, és új európai kultúrává avatja őket. Köszönöm szépen!